1700 milliárd forintot ad az állam a kiszervezett egyetemek alapítványainak. Ezt tegnap szavazta meg a parlament. A legtöbb pénzt a vidéki tudományegyetemeket fenntartó alapítványok kapják. Az ügyről Hiller Istvánt kérdezzük. Volt oktatási miniszter, az MSZP választmány elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét. Köszöntöm! Előválasztással kezdjük, és az akörüli ügyekkel, mert hát eléggé felfokozódott a hangulat így az előválasztás végére, a véghajrában előjöttek a problémák. Varjú Lászlóval is beszéltem erről, meg az első két vendégemmel is. Ugye mai hír az MSZP beadványát Rácné Földillittal kapcsolatban a bizottság visszautasította. Az MSZP nem kér bocsánatot, ugye a Demokratikus Koalíció kérte ezt, én olvastam Tóth Bertalan közleményét. Mit mond ön erre az egészre tulajdonképpen? Hát erre az egészre először is azt mondom, hogy a sors meg a szerkesztés úgy hozta, hogy akkor beszélgethetek önnel, amikor Magyarországon az első előválasztási forduló befejeződik. Ezért talán a kollégáim nem rónak meg azért, amit most mondok. A teljes magyar ellenzék nevében őszintén köszönöm és köszönjük annak a vélhetően több mint 600 ezer honfitársunknak, aki rászánta az időt, az energiát és szavazott. Helyre kerültek dolgok, amiről annyit beszélgettünk a korábbiakban, például, hogy milyen a pártok, az ellenzéki pártok és a civilek viszonya. Itt azt hiszem, hogy tényleg mindenki megtalálta a szerepét. Ezért őszintén köszönöm azt, amit a civilek, a civil előválasztási bizottság vagy az A-hang aktivistái, hozzáértői csináltak. Ez egy olyan együttműködés, amiben lehet látni, hogy mindenki érti, hogy mi a dolga, és hogy először csináltunk ilyet országosan, és ezt valóban több mint 600 ezeren meghallgatták, és részt vettek. Ez jelent valamit, szerkesztő asszony, amit nem lehet mérni számokkal, meg forinttal. Nem csak eljöttek, hanem hiszik, hogy sikerülhet, és hogy legyőzzük ezt a jelenlegi hatalmat. Nem egyszerűen csak valamiféle kötelességszerűségből részt vesznek, hanem hisznek benne, hogy ez most összejön, és szerintem ez egy legalább akkora üzenet, mint az, hogy 600 ezeren, több mint 600 ezeren, nyilván a pontos számot még nem tudom, csak valószínűsítem, részt vesznek. Úgyhogy nagyon köszönöm nekik, mindannyiuknak. Na, ugye minden ellenzéki politikus meg elemző is egyetért abban, hogy tulajdonképpen sikertörténet volt ez 19-ben is a fővárosban, és most is tulajdonképpen az. De azért a jelöltekről beszéljünk, mert arra nem válaszol. Tehát az MSZP mennyire fogadja el az előválasztási bizottság elutasítását? Tóth Csabáét is elutasították, és ma már nem jelölt például Tóth Csabát. Kérem, megállapítottunk közösen szabályokat. Az én politikai közösségem a közösen elfogadott szabályokhoz tartja magát, és fogja magát tartani. Ami nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell értsünk. A szabályok betartásában igen, de az, hogy megszületett egy döntés, amivel éppenséggel mi egyetértünk, vagy nem értünk egyet, ezt mindannyian, mi is, az MSZP és mindenki más fönntartja magának. Ezt fejezte ki Karácsony Gergely, amikor azt mondta, hogy vannak jogi kategóriák, és vannak morális kategóriák. Amennyiben az Országos Előválasztási Bizottsághoz akár ebben az ügyben egy konkrét döntést, az MSZP tartani fogja magát, de ettől még a véleményünk az megvan, ezt fejezte ki a miniszterelnök jelöltünk. És tehát akkor az a véleménye az MSZP-nek, ami Karácsony Gergelynek, hogy ez morálisan vállalhatatlan? Igen, ugye ez nem egy olyan nagy meglepetés, hogy az MSZP-nek az a véleménye, mint az MSZP által támogatott miniszterelnök jelöltnek. Igen, mi hát lehet, ha Tóth Csabára gondolunk, akkor lehet akár meglepetés is, mert Karácsony Gergely ugye kihátrált előbb Tóth Csaba mögül, az MSZP nem, tehát lehetnek azért önök között is nézetkülönbségek. Nincsen olyan nézetkülönbség, amiről érdemes lenne beszámolni, és nincsen olyan nézetkülönbség, amit ne tudtunk volna megoldani. Ez az együttműködés a mi miniszterelnök jelöltünk és az én pártom között, ugye még két másik párt is támogatja, a Párbeszéd és az LMP, ővelük is. Ez egy teljesen rendben levő, jó együttműködés.
sikerülni fog. Még egy utolsó dolog az előválasztással kapcsolatban, mert oktatásról, felsőoktatásról is szeretném kérdezni. Ha minden igaz, akkor egy másik ügy is van a bizottság előtt, MSZP-s érintettséggel, ezért kérdezem meg. A Momentum egy képviselője, Bodrózsán Alexandra, Kecskeméten tett feljelentést, mert ő azt mondja, hogy hangfelvétele van arról, hogy az MSZP-s Király Józsefet és Karácsony Gergely támogatásáért cserébe 2-4000 forintot kértek. Tudja ezt cáfolni? Igen. Egyébként pedig Király Józsefet 25 éve ismerem. Talpig becsületes ember. Nem csak azért mondom, mert a pártársam, hanem mert emberileg is ismerem. Teljesen kizártnak tartom, teljes mellszélességgel kiállok és kiállunk mellette. Ezt az előválasztási bizottságot többek miatt azért hoztuk létre, ha ilyen beadvány van, akkor tárgyalja meg, de egészen biztos vagyok benne, hogy ennek nincs alapja, és el fogják utasítani. No, meglátjuk tulajdonképpen. Igen. Egészen más felsőoktatás. Tegnap megszavazta a parlament, hogy 1700 milliárdot ad az állam a kiszervezett egyetemek alapítványainak. Egészen pontosan mit jelent ez a döntés? De nem egy cuki dolog ez? Hát komolyan. Próbáljuk belegondolni, hogy mit csinálnak ezek a népek ott a többségbe. Az állam által továbbra is fenntartott egyetemek, ilyen például az én alma máterem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, vagy a Budapesti Műszaki Egyetem. Ugye ezek most is még állami egyetemek. Ezekről egy árva szót nem ejtenek. Ja, tehát kifejezetten ami az alapítványok az állami, kapták ezt a pénzt. Annak meg adnak 1700 milliárd forintot. Na most, hogyha egy UFO... De ez meg volt ígérve, tehát ez egy ígéret volt az alapítványok felé. Igen, az volt megígérve, hogy Európai Uniós pénzből bizonyos összeget kapnak, csak sikerült az Európai Unióval úgy összeveszni, hogy az a pénz az nem jön. Ez, amit megígérnek, ez a közös magyar adófizetői pénzünk, a majdani költségvetés 4 éve, ez is annyira remek, komolyan, 4 évre mondják meg 2022-26 között, hogy azok az egyetemek, amelyek nem a magyar állami, mennyit kapnak. A magyar felsőoktatásban, szerkesztőasszony, van olyan, hogy 3 éves képzés. Van olyan, hogy 5 éves képzés. Van olyan, hogy 6 éves képzés. De 4, na az pont nincsen. Említette az uniós pénzeket, van egy sajtóhír, amit senki nem cáfol, de nem is erősített meg, hogy az egyetemek átalakítása miatt, tehát pont emiatt nem veszi fel a kormány azt a bizonyos 3000 milliárdos hitelt. Ön erről tud többet? Hallottam, de ezt magyarázza ez a kormány. Magyarázza meg azt, amit éveken keresztül ígért, aztán nem tudja betartani, és most hol hitelből, hol a magyar adófizetők pénzéből próbálja az egyébként eredendően teljesen másik ígéretét betartani. De egy mondatot azért még hadd mondjak, mert a fa mellett lássuk ám az erdőt. Én soha nem fogom elfogadni, hogy a vidéki magyar tudományegyetemeinket elvették a magyar államtól. Soha. Hogy Pécs, hogy Szeged, hogy Debrecen, a tudományegyetemeink vidéken, mind, az nem a magyar állami. A kormánynak az a válasza erre, hogy ők akarták. A Szegedi Tudományegyetem tanév nyitójáról olvastam az MTI hírt, ott Rovó László azt mondta az évnyitó beszédében, hogy a modellváltás az egységesen elfogadott megoldás, az egyetem nagykorúvá válását jelképezi, meg hogy szabadság növekedést fog hozni, egyenesen ezt mondta Rovó László. Hát én meg nem ezt mondom. Én meg nem ezt mondom, azt mondom, hogy minden olyat támogatok és támogatunk, amely a magyar felsőoktatás színvonalát emeli. Semmilyen módon nem látom, hogy ezt emeli. És 12. éve kormányoznak 2/3. Önnek nem feltűnő, hogy pont a választások előtt fél évvel jut, vagy egy évvel jut ez eszükbe? Hát 11 évig mit tetszettek csinálni? Egyébként azt mondják, hogy ha kormányváltás lesz, akkor visszafordítják ezt a folyamatot. Mit tudnak kezdeni ezzel az átalakítással? Jól beszél Karácsony, amikor azt mondja, már hogy Karácsony Gergely, hogy azt mondja, hogy a költségvetés az egy... kormány kezében nagyon erős lehetőség. Ez egy picit olyan fenyegetésnek tűnt. Aztán már miért lenne az fenyegetés, hogy egy többség által megválasztott magyar kormány él azzal a lehetőségével, hogy a költségvetést ő maga állítja össze. Még mielőtt elkezdenék azt magyarázni, hogy a Hiller azt mondta,
hogy a vidéki tudományegyetemek nem kapnak költségvetési pénzt, én ezt azért teljesen megfordítom. Nem erről van szó. És mi van, hogyha én azt mondom... Tényleg úgy tűnt, azért kérdeztem vissza, mert nem volt, hogy ez jó, hát rendben, ha alapítványi, akkor majd azok nem kapnak, majd akkor vissza akarja. És hogyha én azt mondom, hogy az állami fenntartású egyetemek oktatóinak fizetése, az a magyar költségvetésben egy lehetőség. Tehát ott emelnék, ott meg nem, és akkor... Én nem azt mondtam, hogy hol nem. Uh-huh. Azt mondom, hogy hol igen. Az kiakadályozza meg a kormányt, hogy azt mondja, hogy az állami tulajdonban levő összesen 6 egyetemünk oktatóit, azt nagyon megbecsüljük. Mi ennek az akadály? És mi van, hogyha azt mondják az egyetemek, hogy az egyetemek vezetői, ők szeretnének alapítványi tulajdonban maradni? Egyébként kétharmados törvénnyel van ez betonozva. Mondjuk a fizetések nem ettől függnek. Nem bizony. Az költségvetés. Azt tetszett kérdezni, hogy milyen eszközeink vannak. Azt mondom, hogy a költségvetés az egy eszköz, és nem elvenni, hanem hozzáadni. De részt vettem és hallgattam részben ezeket a vitákat, mit lehet csinálni az új kormánynak, ha ennyi-annyi százaléka van. Mi lenne, hogyha nem korlátoznánk magunkat az ambícióba? Mi lenne, hogyha én ezt a vitát az úgy fordítanám le a magyar szavazókra, hogy minél többen gyertek és szavazatok az Egyesült Ellenzékre? Értem, hogy azt mondják kutatók, biztos igazuk van, hogy mi a reális, meg mi a nem reális. Mondja, reálisnak tartotta volna egy évvel ezelőtt, hogy több mint 600 ezeren részt vesznek az előválasztáson? Engem egy másik tévé megkérdezett, én 400 ezeret mondtam. Miért korlátozzuk magunkat? Miért nem azt mondjuk, emberek, magyarok, gyertek el szavazni, szavazzatok az ellenzékre. Beszél erről az ellenzék egymás között? Beszélt erről például Dobrev Klárával? Mert ő azt mondja, hogy el kell magyarázni az embereknek, hogy ha nem lesz kétharmad, akkor meg kell értetni. De milyen kitűnő lehetőség a nyilvánosság? Mit fognak csinálni? Amikor önnel beszélek, őszintén remélem, hogy sokan értik, amit mondok, mert én ezt teljesen nyíltan vállalom. Ne korlátozza magát az ellenzék. Legyen ambíciója, akarjon. Ne azt nézze meg, hogy de mi van akkor, hogyha 53,47%-a, miért nem lehet arra törekedni, hogy legyen? Azért, mert hát mi a reális, mi a nem reális? Fél évvel a választásra? Gyerünk, mindenki szavazzon az ellenzékre, minél többen értsék meg, akkor lesz egyértelmű változás. Arról kell beszélni, hogy jöjjenek, ne arról, hogy mi van akkor, ha annyian nem jönnek. Egy utolsó dolog, korábban azt mondta itt, és egy másik egyetem, Fudan Egyetem, hogyha Fudan van, nincs atlétikai VB, ön pedig szeretné, hogy legyen atlétikai VB. Van egy vétó kilátásba helyezve a fővárosi önkormányzat részéről, hogyha lesz Fudan, akkor vétóz Karácsony Gergely. Ön hogy látja, mikor van itt a vétó ideje? Nincs már itt a vétó ideje? Én úgy látom, hogy... helyes dolog erről nem egyszerűen a budapestieket, hanem az országot megkérdezni, ezért támogatom, hogy népszavazás legyen, azt meg nem gondolom, hogy az elkövetkező 3-4 évben olyan helyzet lenne, hogy oktatás kezdődne egy ma még nem létező, általam egyébként nem támogatott egyetemen. A politikában az időbeosztásnak, hogy mit mikor csinálsz, majdnem akkora jelentősége van, mint a tartalomnak. Az előbb a tartalmat elmondtam, ezért azt gondolom, hogy azt megfelelő időben kell, még nem. Hiller István, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy meghívott.